Szeretettel köszöntünk mindenkit a Dunántúli Rally Profi második futamán itt a Nagyvázas Kupán. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek, a sportbírók és a rendezők utasításait tartsátok be! Csabi, kellemes feladatod volt Vigant Petenden, hiszen előfutó voltál. Egyáltalán mit jelent ez az autóversenyzésen? Hát ez egy nullás autó volt, ami a mezőny előtt megy el, aki végig is zárja a pályát. Ő neki az a dolga, hogy nézze, hogy a nézők rendben vannak-e, mindenki jó helyen van-e. Ennyi a dolga. És ehhez is valami komoly autó kell, vagy akárki utcai autóval mehet? Hát elvileg mehet utcai autóval is, de hát mi egy nagyon jó felkészített Lada VFTS-től, amit Osvárd Péter barátomtól kaptam erre a versenyre, abban szerepeltünk. Illik ilyenkor gyorsan menni vele, vagy azért hát finoman? Hát mi megpróbáltunk gyorsan menni, de hát nem az időeredmény volt a lényeg, hanem az, hogy a srácokat, akiket vittük, barátokat, szervizeseket, szponzorokat, hogy azokat kielégítsük. Hogy láttad, milyen volt maga a pálya? A pálya nagyon tetszett, szerintem a szervezés is időben ment minden. Nagyon sok autó volt, nagyon sok jó autó volt, néző is bőven volt. Nagyon tetszett a verseny. Ezek szerint nem volt semmi gond? Hát természetesen ilyen felkészített autónak nem lett gondja. Köszönöm. Jössi, ez nem a szerencse napotok volt, ahogy hallom. Sajnos ez a verseny ez elég rövidre sikerült. Az első gyorsasági szakaszon az utolsó előtti lassítót sikerült eltalálnunk. Olyan szinte, hogy eltört a kormány összekötők, meg szétakadt a féltengelyünk, úgyhogy sajnos nem is tudtuk teljesíteni a távot. Mit mond ilyenkor egy Mitfahrer a sofőrnek? Hát sajnos semmit nem tudtam mondani. Kiestünk, ezt tudomásra kell venni, és ennyi. Mennyire volt felkészítve az autó, gondolom, azzal nem volt semmi probléma. Nagyon jó fel volt készítve, ezért is nem tudtunk megállni valószínű a lassítónál. Motorikusan is minden teljesen rendben volt. Milyen volt maga a pálya? 7,5 km aszfalt volt. Vigán Petendi 9 szerpentint kellett teljesíteni, utána pedig egy 4,5 km technikás szakasz volt. A pálya az nagyon jó volt. Aszfalt pálya volt, jó tempos. Sajnos így jártunk. Hát ilyen az autósport, a kocsi egyébként rendben van? Hát most Kasznisnál van éppen, de a következő versenyre el fog készülni. Mi lesz a folytatás, hova mentek? Szentkirályszabadján lesz a következő mérkőzés. Szombat este prologgal fog kezdődni, és vasárnap egész napos rendezvény lesz. Ez volt.
Milyen volt maga a verseny? Hogy tudtad végigmenni egyébként? Jó volt, nagyon-nagyon élveztük, csak kár, hogy neki mentünk egy lassítónak, egyből a második körben. De és aztán beállítottuk a futóművet, kicsit kiegyengedtük az autót, és akkor mentünk tovább. Hogy bírja még a régi Lada? Bírja. Nagyon jó. Mi van rajta, valami változtatás, hogy azért ezeket a versenyeket kibírja? Szinte minden. Tehát a futóműtől elkezdve a motorig, minden. Mi volt a legnehezebb pont magán a versenyen? Kikalapálni az autót, meg visszahozni mindent. Mennyire ismertétek magát a pályát? Ismert, nagyon mesztett, ilyen hóban rengeteget autóztunk rajta. Hányadiknak futottatok be? Kategóriában 8. Abszolútban pedig, ez egy fogós kérdés, 42. Mennyire vagy megelégedve ezzel a helyezéssel? Egyáltalán nem. Mi lesz a folytatás? Hol tudsz majd javítani? Szinte mindenhol. Tehát sokkal okosabban kell menni, még gyorsabban. De hát igyekszünk. Na mi van? Oh.